Zenés bemelegítéssel készültek a diákok és felnőttek az 1956-os gyásznap alkalmával megrendezett emlékfutásra. A rendezvény a Babits Mihály Kulturális Központ és a Szekszárdi Sportközpont közös szervezésével jött létre. Célja az volt, hogy közelebb hozzák a nemzeti ünnepet a fiatal generációhoz. Megláttuk a Facebookon a hirdetést, hogy lesz ez a futás. Szeretjük egyébként is ezeket a sporteseményeket, futásokat, plusz, hogy még ez egy megemlékező futás, és ez is tetszett benne, és akkor elkérdezkedtünk a tanárainktól, azt mondták, hogy nyugodtan jöjjünk, képviseljük az iskolát, úgyhogy jöttünk, és igyekszünk teljesíteni. A Művelődési Központ felhívást intézett az iskolákhoz, civil szervezetekhez, hogy képviseltessék magukat ezen az eseményen. Nagy örömünkre, örömmel fogadták ezt a kezdeményezést, és több mint 200 előjelentkezőt fogadhattunk ezen a mai eseményen. Az emlékfutás igazából egy két környi távot tartalmaz, innen az 56-os szobortól van az indulás és a rajt is, majd ezt követően a résztvevők egy-egy emlék, a megemlékezés céljából egy-egy mécsessel és egy-egy gyertyagyújtással emlékeznek az 56-os hősök előtt. Berlinger Attila azt is hozzátette, hogy ez az emlékfutás láthatóan közelebb hozta a fiatal generációt a haza szeretetéhez és a nemzeti hagyományok ápolásához, így a jövőben is szeretnének hasonló megmozdulásokat szervezni.